Az elmúlt héten kétszer is pályára állt a Balatonkeresztúr és a Marcali labdarúgó csapat. Szerdán a Magyar Kupában, vasárnap a Somogy megyei labdarúgó bajnokság nyitó fordulóján néztek egymással farkas szemet. A Magyar Kupa második fordulóját Marcaliban rendezték, ahol a hazaiak 3-1 arányú győzelmet szereztek, így ők folytathatják a küzdelmet a főtáblára kerülésért. Adóra majd 400-an voltak kíváncsiak a Bene Ferenc sportkomplexum lelátóin. A keresztúr nem adta meg magát a hétközi találkozót követően, sőt, már a második percben megszerezték a vezetést Kovács Kristóf révén. A végighajtós mérkőzésen teljesen a hazaiak irányítottak. A félidőben 2-0-át mutatott az eredményjelző. A második játékrész első 10 percében megpróbált letámadni a Marcali, de nem sikerült a balatoni védelmet feltörniük. Aztán újra kezdődött minden előről. A hazai támadásokat nem bírta a vendégvédelem, és még háromszor zördült meg a Marcali háló. Hát igen, sajnos ez a mai mérkőzés, ez az egész heti felkészülésünknek a végeredménye lett. Nagyon kevesen jártak a héten edzésre, rengeteg a hiányzunk, a hiányzókat pedig sajnos nem tudjuk pótolni, még jelen pillanatban azokkal a játékosokkal, akikkel most pótoltuk. Teljesen megérdemelten nyert a keresztúr ilyen arányba is, sőt mondhatnám azt, hogy az eredmény ránk nézve hízelgő, egyetlen egy kapura lövésű kísérletünk volt, ez viszont már azért nem biztos, hogy csak a hiánynak a pótlása, hanem ez hozzáállás kérdése is. Ezen a héten mindenképp változtatnunk kell, mivel szerdán nagy bajomban az országos tábláért kell, hogy játszunk Magyar Kupa mérkőzést, hogyha így fogunk szerepelni, akkor valószínűleg, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz szerdán bajomban is. Úgy gondolom, hogy a mai napra a csapatot nem kellett különösebben motiválnom, hiszen ugye a kupa mérkőzésen az elszenvedett vereség után a játékosaim revansot szerettek már mindenképpen venni az ellenfélen, főleg hazai pályán ilyen szép számú nézők előtt. Így, hogy koncentráltak a srácok, betartottak mindent, amit kértem tőlük, úgy gondolom, hogy meg is lett az eredmény a pályán, hiszen rendkívül jól futballoztunk, és kevés hibával játszva, úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk meg én arányban is ma mai napon. Az edzések szinte 8-10 emberre telnek el, 8-10 emberre pedig nem fogunk tudni eredményt elérni, vagy csak néha epizódisták leszünk, de mondom, most jelen pillanatban nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de hát ebből is ki kell jönni, nem mindig csak fent lehet lenni, itt engem többen ugye megtámadnak a rengeteg lellei játékos miatt. A lellei játékosok közül igen, itt vannak Marcaliban azok, akik Balaton lellére akkor nem kellettek, tehát ők megyei szintű játékosok valóban, én szerintem egy-kettő nem, de a többségük az, de hát ezt bizonyítja a mai mérkőzés is, hogy teljesen, tehát ők nem ütötték meg az MB3-as szintet, azért lettek Marcaliba, vagy azért vannak megy első osztályba, és azért játszanak Marcaliba. Én úgy érzem, hogy ami régebben hiba volt az erőléti állapotunkból adódóan, hogy elfogytunk a végére, és ugye ilyenkor jönnek a hibák, illetve a kapkodás. Hála Istennek úgy érzem, hogy utolértük magunkat a felkészülés során nyáron, úgyhogy ennek köszönhetően, hogy a gól jókor jött, nyilván más egy játék, hogyha előnyt szerzünk, hogyha nem, mint hogyha hátrányban játszanánk. Úgyhogy ennek köszönhetően úgy gondolom, hogy ez miatt is tudtuk uralni végig a játékot. Azért is én tényleg megemelem a kalapom a játékosaim előtt, hiszen nem titok az, hogy nálunk az edzésnapokat megbontjuk délelőtre, illetve délutánra, pont ezért, hogy a vendéglátósaim tudjanak jönni edzén délelőtt. Tehát eljönnek délelőtt, megcsinálják a munkát, utána mennek dolgozni, úgyhogy ilyen szempontból valamennyire nekem megkönnyíti a dolgomat, hiszen mindenki erőlétben azért fel tud nőni a feladathoz. Úgyhogy vannak nehézségeik, nyilván nincsenek mindig olyan jó edzések, meg olyan jó a létszám, de úgy érzem, hogy alakulunk és elérjük a céljainkat, amiket kitűztünk idén. A végeredmény Balatonkeresztúr Marcali 5-0. Az ifjúsági mérkőzésen 1-3 arányban nyert a Marcali.